Sziasztok fiúk, lányok! Ez itt a Lifestyle Stories csatorna, örülök, hogy megint itt vagytok velem. Én Luca vagyok, és a mai alkalommal ezt a matt, de mégsem matt gyönyörű sminket fogjuk elkészíteni, mégpedig a Makeup Revolution palettájával. Ez Reloaded Neutrals 2 paletta. Gyönyörű színekkel, nagyon jó pigmentáltsággal, hihetetlen tartósággal, úgyhogy én ezt ajánlom nektek, hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor tartsatok velem, kezdjünk neki. A Makeup Revolution Reloaded Neutrals 2 palettát fogjuk használni a sminkünk elkészítéséhez. Ez egy nagyon-nagyon szép és hihetetlenül jó pigmentált paletta. Gyönyörű színek vannak benne, mattok és fényesek egyaránt. Nagyon jó a minőségük, és a Rossmann drogériákban lehet hozzájuk jutni, vagy a Pink Pandán. Nagyon kedvező áron, 2300 forintért kapunk 15 színt. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, nem csak ebben az árnyalatban lehet hozzájutni, viszont ez nekem most nagyon megtetszett, ilyen meleg, tüzes árnyalatok vannak benne. És ezzel fogjuk most elkészíteni a sminkünket. Az egyetlen hátránya, ami miatt egyébként olcsóbb a paletta, hogy nincsen benne tükör, de nem baj, hoztam magamnak tükröt, úgyhogy el is kezdhetjük a sminkünket. Amint látjátok, az alap már megvan. Alapoztam, elkészítettem a szemöldökömet, meg a pirosítást, úgyhogy most a MAC-nek a Painterly paintpottyával fogom lealapozni a szemhéjamat. Ez egy fontos lépés annak érdekében, hogy ne üljön a szemünkbe bele a szempesték. Úgyhogy én ezt a lépést ajánlom mindenkinek. Lehet drogériákban is kapni ilyen szemhéj alapozót. Hogyha tartós sminket szeretnétek, akkor szerezzetek be valami szemhéj alapot. Ezután térek át a főszereplőnkre. A Revolution Reloaded Neutrals 2 palettára. Amint látjátok, gyönyörű rózsaszínes narancsos árnyalatok vannak benne. És ma egy teljesen matt sminket szeretnék elkészíteni nektek. Vagyis hát igazából magamnak, de szeretném, hogyha ti látnátok. Elsőként ezt a világos színt fogom felvinni a szemhéjam egészére, hogy ezt a jó kis szemhéj alapot ezt fixáljam, és hogy még könnyebben eldolgozhatóak legyenek a szemfestékek, amiket aztán használni fogok. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy nagyobb fejű kupiacsetet fogok venni. És ezt a halványbarna árnyalatot, ezt fogom bele tapogatni, ütővonalba igazából. Ugye az is biztos feltűnt nektek, hogy nincsen nevük az árnyalatoknak, ez is nyilván olcsóbbá teszi a palettát, tehát ez egy tényleg eléggé egyszerű kiadás, viszont a színek és a minőség az valami fantasztikus. Na, szépen elsatírozom, azért dolgozok vele, hogy tényleg a szélek finomak legyenek, és az átmenet az ne legyen erős. Egyébként szépen satírozhatóak a színek, ügyesen viselkednek, úgyhogy meg vagyok elégedve velük. Nos, hogyha ezzel meg vagyok, akkor egy picit kisebb ecsetre fogok váltani, a szokásos pufi ecsetem, és hát egy picit sötétebb barnára, erre a palettában található legsötétebb barnára, és még erőteljesebben fogok mélyíteni.
Ugye ezt már egy picit lejjebb hozom, mint az előző szint. Kicsit bemegyek a szempillatövekhez is, hogy ott is egy kis dimenziót adjak a szememnek, aztán visszatérek az előző ecsetemhez, és nem rakok rá terméket, viszont a maradék termék, ami rajta volt az ecsetem, azzal szépen összedolgozom a színeket, hogy szép átmenetet képezzenek egymás között. Jó, most fogok egy ceruzacsatát, és a sötétebb barna színt fölviszem a szemek alá a szempillatőbe is. A saroknál összedolgozom őket. És látjátok, meg innen viszem teljesen a szemzugba be a színt. Jó, teszek egy tiszta ecsetát. És összemosom a széleket, eldolgozom, szuper, majd laposabb ecsettel fel fogok venni ebből a nagyon szép sötét nájlomat színből, és ezt fogom a mozgó személyemre fölvinni. De a belső szemzúgban nem. Fordítom az ecsetet. A másik oldala egy ilyen nagyobb fejű. És összedolgozom a színeket. És az előbb használt ceruzacsettel ebből a színből is viszek fel a szempillák legtövébe, hogy ott is megjelenjen ez a szín. Veszek egy pici ecsetet, és az legelső fehér matt színnel fogom a szemzugomat kiemelni. És egy picit a szemöldök csont alá felvinni. Most pedig tusvonalat fogok húzni. Utolsó lépésként azt találtam ki, hogy a mozgó szemhéjem vonalába egy kis csillámos szemhéjtust fogok rakni, hogy azért mégis egy kis fény és játék megjelenjen. Ez egyébként a Sheenek csillogó glitter eyelinere. Ezt fogom benyomogatni. Nem akarom húzni, mert félő, hogy lehúzom a szemfestéket vele, így hát benyomogatom a csíkba. Nagyon egyszerű szerintem, de ez a kis glitter mégis feldobja matt, de ezáltal mégse. Akkor most befújom magam a Glam Glow Glow Setter fixálós sprayvel. Szempilla göndörgetés. És a Maybelline Total Temptation
Ez az egyik kedvenc. Írjátok meg a véleményeteket erről a palettáról, hogy használtátok-e, vagy most kedvet kaptatok-e ahhoz, hogy beszerezzétek. Tényleg nagyon ajánlom, nagyon-nagyon jó drogériás viszonylatban, és tartós, tényleg tartós. Jó, persze alá kellett alapozni ugye a szemnek, de így 8-10 órát is kibír, őszintén szólva. És hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok lájkot, hogy tudjuk, hogy szeretnétek még ilyen videókat. Valamint iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a harangocskát vagy csengőcskéikont, hogy ne maradjatok le semmiféle új feltöltéssel, új tartalomról. Nézzetek minket legközelebb is. Puszi! Sziasztok!